Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szilveszteri jóslás. Válasz egy számot. Választhatod az egyes számot, a kettest vagy a hármast. A kártyák a számok alatt utalnak arra, hogy milyen lesz a mai este vagy éjszaka, hogy indul az új jár, milyen elvárásaid vannak, és mi történik a közeljövőben. Amennyiben az egyes számot választottad, most megtekintjük itt a kártyákat. Az első képen láthatóak a kelyhek, tehát itt érzelmekről van szó. Ez a kártya utal a hold energiájára, ami jelenti az érzelmeket, a kívánságokat, a vágyakat, az álmokat. Amennyiben hiszel ebben az álomban, akkor ez az álom megvalósul. Ebben segít neked itt a varázsló. Viszont ha ebben nem hiszel, akkor ez egy illúzió, tehát akkor csalódásokhoz vezet. Tekints most egy új irányba. Vedd kezedbe a dolgokat. Valami lelkesíteni fog téged. Itt lesznek kapcsolatok. Ez utalhat a párkapcsolatra, utalhat szerződésekre is. És ez a mágikus segít neked abban, hogy ezek a dolgok kiépüljenek, legyen szerencséd, hiszen megvan nálad ez a varázslatos kisugárzás. Amire ez a kártya, ez a varázsló még utalhat, ez egy spirituális terület. Ez lehet számodra egy új irány, és a kelyhek jelenthetik a te intuíciódat. És most jön egy meglepetés kártya. Itt látható egy szerelmes férfi, mint Rómeó és Júlia, itt ez a szerenád, tehát valaki szerelmes beléd, vagy jön egy jó hír. A kettes kártyák itt láthatóak, illetve a kettes szám alatti kártyák. Itt ez a sebzett szív utal a múltra. Vannak fájdalmas emlékek. Az is lehet, hogy te sértettél meg valakit, és emiatt lelkiismeret furdalásod van. Valami fogva tart itt téged. Itt vannak korlátozások még, félelmek, bizonytalanságok, de szerencsére kisüt a nap az életedben, és ez a kisgyermek utal arra, itt lesz nálad egy új kezdet, és ez sikereket hoz számodra. És most a meglepetés kártya. Ez a kép jelent egy utazást és külföldi kapcsolatokat. Az lehet, hogy lesznek nálad utazások, vagy a lelki társad tervez veled együtt egy utazást. Vagy vannak kapcsolatok, és ez a férfi külföldről jön. Amit ez a kártya még jelenthet, ezek a változások. Egy munkahelyi változás, egy költözködés. Tehát lesz itt egy új irány. És ha a hármas számot választottad, akkor megtekintjük itt is a kártyákat. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ezek utalnak a pénzügyi dolgokra, vagy a munkára, a hivatásra, de jelentik a belső értékeket is. Itt látható egy fiatal férfi, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, akkor is, ha te egy hölgy vagy, mutatja a te tartásodat. Itt van egy kis szomorúság. Miért? Hiszen itt a bal oldalon látható ez a bokor, és ott vannak ezek az aranyérmék.
ezek utalnak másokra, az ő szépségükre, tehetségükre, és te úgy gondolod, ők jobbak, mint te. És ez téged elszomorít, hiszen összehasonlítod magadat másokkal, és ez téged elbizonytalanít. Holott ott van a te érméd is, itt a lábad előtt, vedd a kezedbe. Nézd meg, légy ennek tudatában, hogy te mennyire értékes vagy. Sőt, mint ahogy a képen látható, te magasabb vagy, mint mások. Egy egész fejjel vagy magasabb. Ez azt jelenti, hogy te tehetségesebb vagy, mint mások a környezetedben. Légy ennek tudatában. Aztán vedd kezedbe ezt a botot, ami utal a tűz ellenére, a bátorságodra. Akkor is, ha itt kihívások vannak, nem kell elszaladni, hiszen tudod védeni magadat. Ez a kép jelenthet egy új kezdetet, ami lelkesíteni fog téged. Itt meg lesz nálad a győzelem, de ahhoz fontos az, hogy légy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy, hogy mindazt megkapt az életből, amit megérdemeltél. És most jön a negyedik kártya, és itt látható a gazdagság. Ez lehet egy nyeremény, vagy pénz jön a házhoz, vagy lesz egy új munka, a hivatásod, ami pénzt hoz neked. Amit ez a kártya még jelenthet, a belső értékek, hiszen itt van előtted az arany érem, és az nagyon értékes, ugyanúgy, mint te. És ez volt a szilveszteri felvétel, és én kívánok neked minden jót a következő évre, nagyon sok szeretettel, Dendera!